kívánok! Megint eltelt egy hét, itt van újra a hashtag bocskor kitűnő vendégekkel. Ma este Tónocki Anitával, Vosala Rozival, Gangsta Zolival és Hajdú Steve-vel. Ilyenkor már pontosan tudom, hogy megalakul az a szárny, azt már látom itt a dramaturgiában, pedig még baromira nem tudjuk, hogy mi fog történni. De ez a két pali együtt van, az már baj nem lehet. Ott már baj nem lehet, igen. Tehát akkor így dobhatom el az Uber Gross kártyáimat, ez a két pali itt van. Meg hát Anita komolyságára is gondolom, figyelj, nem hoztam állat kínzós témákat ma, hogyha... Igen, láttam. Hál' Istennek. Fáj? Fáj egy kicsit, igen. Komolyan, az igen. Gasztró lesz, igen. Találkoztam a Koltai Robival, aki 75 éves lett, úgyhogy egy nagy tapsot ad, kérek már neki. Azért, mert szokta nézni a műsorunkat, és megkérdezte tőlem, hogy akkor is nevetünk, amikor nincsen poén. Jaj. De ezt azért mondta, hogy talán majd egyszer eljön ide. Bármikor, szeretettel várunk, Robi, ebben a műsorban. Ezt így akarta magát, meghívhatunk, hogy ide fogjuk várni. Ezen nem meghívtam hivatalosan. Zoli, tudod, hogy néha végignézlek, és múltkor például a szőnyegemet találtam meg a karodon, de nem, imádom a kis tapaszodat. Tehát én is látom, néha... hogy ezt figyeled. Ez jól látom. Ez Mici, nem, ez Mici Macskó. Nem mondd ki, az Anita megmenti. Nem, ott van Malacka. Ott van Malacka is? Ott van Malacka. Tényleg ott van. Vágd le. Jó. De drága, te is úgy csinálod? Én például a lányomnak a tapaszait szoktam ellopni. Igen, én akkor... meg a ruháit is elhordom, igen. Istenem, ki az a papucs, Rozi? De édes vagy, de egyszer egyébként már jöttem tényleg papucsba hozzá tavaly, nem emlékszel egy ilyen kis... De az papucs volt, ez egy mamuszos. Ez egy baromi drága, elegáns cipő, amit szeretném, ha valaki végre úgy tekintene rá, mint a cipőre, de mindenki megjegyzést tett rá. De én azt mondtam, hogy nagyon jó. Megdicsértétek? Én azt mondtam, hogy de jó a csukád, ne haragudj. Nagyon nehéz nem tenni megjegyzést, ha így van a lábad. Neked, a Steve-nek olyan cipőben pár utcai fiúk, nézzek? Emlékeztek a munkásőrbakancsra? Na, ez nem ilyen. Nem, csak olyan otthonosnak néz ki. Tehát ez itt olyan otthon, ez egy nappali. Igen. Az én nappali. Azt gondolod, ez egy mamusz. Mamusz, meg papucs, nem tudom ilyenek, de tényleg, hogy bekuckóznék a Rozival, magunkra húzzuk a plédet, én ezt érzem. Csak ez a mamusz lenne rajta, meg a izé a... Az a ízés hozzá. Én azon gondolkoztam, hogy ez meddig ért föl, bulkaszék, vagy meddig? Idáig, comb közé, combfix igazából. Tényleg rémülten olvastam azt, és lehet, hogy Zoli nagyon fog örülni neki, hogy Steve diplomát kapott whisky kóstolásból. Wow! Na most... Ez automatikusan jár az angol feleséggel? Nem, hanem nem. Egy munkához szükségem volt diplomához, és állítólag beszámítják ezt. De az még nyelvvizsga is kell, és az angol még döcög. Nem, de nem azt mondtad, hogy te nem mi szólt? Tehát annyira abszinensnek vallottad magad ebben a műsorban legalábbis. Igen, igen, Magyarországon nem iszom, de külföldön alkoholista vagyok. Te nem iszol, Steve? Hát nagyon kevesen. Ne idegesítsd. Kezd összeomlani a róla. Egy világ most bennem. Tudom, itt múltkor mondtam, hogy én tulajdonképpen nem is szeretem az alkoholistákat, itt benyögte valaki, akkor mi se szeretünk téged. És akkor velem mi van? De figyelj, veled akkor találkozom, amikor józan vagy. 3 évente. Még reggel. Igen, mert nagyon sokszor invitált téged a Zoli valamiféle esti találkozóra, ami járt volna egy kis ürítéssel. És mindig kijátszom magam. És mindig kijátszol, így van. Na jó, de most ugye én voltam egyébként Skóciában whisky kóstoláson, és ott bemutattak egy csomó mindent, de ez mit jelent? Tehát gyakorlatilag te fajtákat tanultál meg, vagy az ivás technikáját, vagy hogy illik, az etikettjét? Az egész whisky gyártás folyamata és a kóstolás művészete, hogyha lehet ilyet mondani, az volt a legalapvetőbb különbség, hogy már egy magyar whisky fogyasztó és egy angol között, hogy amikor kitöltötték a whiskyket, én egészség, megittam. Erre 32-en így rám néztek, hogy ki ez az állat? ez hol volt helyileg? Ez Skóciában, Kingburns. Mm-hmm. Tehát Skócia, ez a lényeg. Skóciában volt ez. Utána elmondták nekem ott, mint kelet-európai magyarnak, hogy nem, és nem is viszkis pohárból kell, hanem egy külön ilyen öblös, leginkább igen, a pálinkás pohárhoz, vagy boros pohárhoz. Olyan, mint a boros pohár talp nélkül, és egy picit ilyen kelyhes. Igen. Én is ilyen úgy. Legyen öble, mert ugye ugyanúgy, mint a bornál, hogyha egy kicsit megkavarod, meglöttyinted, akkor az aromáját tudod érezni és illatni. Sőt, nekem Skóciában azt tanították, hogy a skótok mindig egy nagyon pici vízzel isszák a viszkit,
Azért, mert ha meglögybölöd, és először az alkohol száll fel, igen, az alkohol illat igazából kellemetlen. És azon a minimál vízzel, de nem úgy, hogy fele-fele, annál nem, jóval pici, kevesebb, az már ezt az alkohol gőzt elveszi, aha, és akkor már tényleg csak a viszkinek, a maláta és egyéb összetevőjének az illatát érzed. Nekem ott ezt mondták. Nem tudom, igen, hogy igen, ugyanez tökélet. Nem egy túrán voltunk? Lehet, hogy egy túrán voltunk. És én nagyon, nem kapom diplomát. Érdekes, nagyon. Az úgy kapsz diplomát, hogy ugye 30 font volt ez a túra, de hogyha 40-et fizettél, akkor kapsz egy diplomát. Ez itthon is így van. Sok iskola, több iskolában hallottam. Ekkora feleket keríteni egy bebombázásnak, ez óriási. Mexikóban megkérdezte a mexikóiakat, így elkezdtük, hogy tequilaivás, jó? És kérde, hogy só meg citrom. Ah, és így néztek a mexikói, hogy... Mi csodál? Ha mondom, hogy hát a só meg a citrom. Hülye gyerek, turisták, para turistas. De Mexikóban állítólag van egy olyan hely, hogy a tequilának a többféle variációja van. A feleségem mondta, hogy ő volt egy ilyene, és kinézte, tengerparton volt, kinézte, hogy jó, tequila headshot. Mi lehet ez is? Kérek egy tequila headshotot, és azt mondta, hogy az volt, hogy hoztak neki egy tequilát, föl kellett venni egy amerikai focista sapkát, megitta, és hátulról egy boxkesztyűvel így fejet vett. Amit ő gyakorlatilag elájult. Mi volt ez? Na ez a headshot. Ez a mexikói féli nekem jobban tetszik, mint a skót, nem tudom. Igen, de én ott jobban otthon érzem magam. Én egyébként bevallom egy picit, bírom ezt a finomkodást, és az előbb ugye beszéltünk, hogy a pohár nem az a viszkis pohár, amit mi itt ismerünk, hanem valami teljesen más. És itt azért, Rozi, talán te vagy a legképzettebb ebben a dologban, hogy a pohárnak egyébként van jelentősége, bármi nemű... Abban van az ital. Már hogy mi anyag vagy? Nem most tényleg, mert... Én azt gondolom, hogy sok pro és kontra cikket vagy tanulmányt olvashattak azok az emberek, akiket ez érdekel, arról, hogy a nyelvünkön az ízlelő bimbók, az érzékek, ezek valósak-e, vagy pedig ez egy pseudo történet. Igen, nem tudom, érdekel, hogy ti nektek erről mi a véleményetek, hogy van-e a nyelven különböző ízérzékelés, vagy pedig... Bedöntöd, és akkor... Nem. Én azt gondolom, hogy a nyelven ugye az alapízeket érzed, és ugye az aroma az az orron keresztül. Tehát ezért érdekes ez, mert ugye szerintem az embernek, én is amikor elkezdtem borozni, nem tudom, tínédzser koromban, az embernek van egy basic ízlése, megveszi a legolcsóbbat a polc aljáról, és kész. És aztán ez nem ízlés dolga volt, hanem lehetőség. Ízlés, lehetőség, igazából... Jó, de aztán elkezdik az embert képezni, lásd, ugye viszkikóstoló, Rozi is már mutatott nekem egy pár nagyon szép bort, tehát elkezd finomulni az ízlésed, ami ugye csak arra jó, hogy egyre drágább borokat vegyél. Tehát... Nem, ez nem igaz, gyerekek, nem. A gyümölcs, annak megfelelő mikroklíma kell. Az, hogyha a világon van egy pont, ahol éppen azon a pár négyzetkilométeren tökéletesen alkalmas annak a szőlőfajtának, és csak az az 1000 palack létezik belőle, akkor annak meg kell kérni meg az nem állát. Mindegy, hogy mennyit hagynak rajta a tőkén. De... Ezzel teljesen egyetértek itt most az én személyemről, aha, vagy mindannyiunk személy, hogy kell-e nekünk azt, tehát tök jó, hogy megéri a pénzét, de basszus, ha nekem nem mutattad volna be azokat a jó borokat, én el vagyok még azzal az 1987-es Pétburgunderre. Akkor sok milliós borotnál volna az elmúlt évek alatt. Nekem az édesapám mindig is borisza ember volt, bort ivott, és csak egyfajtát, egri bikavér. Most 88 éves szegénykém éppen ma, úgyhogy majd egy pohár, megiszok rá. De ő már azon is kísérletezett, hogy majd Hortobágyon ő majd bort fog előállítani. Sok siker. Ami olyan lesz, de nem sikerült neki, úgyhogy Eger közel volt, inkább kocsival elment. De egyébként nem csak a bor, tehát mit tudom, emlékeztek a kávéra? Régen egy átlagos kávé az úgy nézett ki, hogy Omnia. Volt egy espresszó, meg volt egy cappuccino. A cappuccino az egy hosszú kávé volt tejszínhabbal. Most 100 féle van. Igen. És most, várjál, felolvasom, tehát olasz espresso, café latte, cappuccino, melange, latte macchiato, americano, ristretto, doppio, frappuccino, flat white. Sanyi, jó, ezt a sorban nem tudnám dolgozni. Hogy milyen tej van benne, meleg, hideg, mennyi, van rajta tejhab, vagy nincs rajta tejhab, ez nem annyira extra. Azért a kínálatot a kereslet alakítja. Nem, most már úgy érzem, hogy fordítva van. Nem, bemegy egy benzinkúthoz. Hát de ha nem lenne rá kereslet. Azt mondtam, hogy kérek szépen egy presszó.
kávét, hideg tejjel, meleg tejjel, langyossal, fél cukorral, barnába, és rohannék, mondom, tess egy kávét adjon, hadd menjünk. De miért nem, akkor miért nem tanulod meg azt a mágikus mondatot, hogy kávét kérnék, presszót minden nélkül? El van intézve, de és utána az életed megvan. De utána tejszint adhatok hozzá? Igen, tejszint mindig akar, meg ilyen, tudod mi, hogy a kávéhoz is már ilyen levonót akar adni. Tudod, hogy már ilyen matricát, hogy kérek, akkor matricát hozzá? Nem kérek, édesítőt kérek hozzá, nem matricát. Pedig matricában is nagyon jó. Én megkóstoltam matricában is, jó? Jó. Kicsit fújtott. Zoli, imádni fogod. Diego jön, az isteni Diego, imádjuk őt tényleg. De remélem, ezt nem gúnyból mondod, de egyáltalán nem. Tehát nem tudom, egyetértesz-e, hogy egy agyhalott legenda? Nem. Nem, melyik nem. része? Jó, rendben van, legyen így, mindjárt látni fogod, hogy miért mondom ezt. Jelenleg ugye egy mexikói másodosztályban szereplő csapat edzője, és egyébként a sajtóhírek szerint Usain Boltot szeretne, vagy szeretné leszerződtetni a csapaton. Focizni? Uh-huh, focizni. De ez maga mögé rúgja a 11-est. Hát, az őt nem nagyon zavarja, gyors. De gyors. Lányok, ez a ti témátok lesz, nem, már nem, látom. Nem, én még úgy nem voltam itt, hogy ne lett volna egy olyan focis téma, amihez semmit se tudok hozzá. Ehhez hozzá fog szólni. Ennek a focihoz semmi köze nem lesz, nem lesz. Gondolom, hogy mi lesz. Emlékeztek az orosz VB-n is, még beszéltünk is ebben a műsorban, Páholyban énekelt, táncolt. Vezérigazgató. A plexikorlátot fehér csíkokkal látta el az ujjáról. Nem értem, mire gondolsz, semmi gond. Így van, aztán felriadt volt, hogy elaludt. Ez mind az orosz VB-n. Jó, hirtelen unalmas volt a meccs. Jó. Akkor most figyelj, Zoli, most figyelj mindenki, és nem foci lesz. Gyakorlatilag ő ugye 40 éve a pályán, és hát valljuk be, mindig a kamerák keresztül, mert nyilván egy rutinos nyilatkozó, ugye Diego Maradona. Egy rutinos nyilatkozó. Na, nézzük meg, én próbálom a riporter kérdését itt szinkron fordítani, és nézzük meg aztán Diego Maradona, a rutinos legenda válaszát. Oké? Okay? Nézzük. Tehát itt azt kérdezik, Diego miután Mexikóban él, gondolom mostanában rendszeresebben nézi az MX Liga meccseit, közelebbről figyeli a bajnokságot, talán már többet megtudott róla. Mit gondol az MX Liga színvonaláról? Az MX Liga színvonaláról nem lehet többet elmondani. De egyébként azért zseni a Pali, és nem csak futballban, hanem így is, hogy látszik, hogy ő már rájött arra, hogy nagyon ciki így elkezdeni. És látszik a pillanat, amikor átfordul, hogy na én ebből viccet, paródiát csinálunk, úgyhogy muszáj lenne meghívni. Leszolmizáltan. Lehet, hogy csak nem akart rosszat mondani. Igen, az is lehet. Figyelj, az is lehet. A magyar játékosok azok, vagy az edzők azok értelmesebben szoktak nyilatkozni őszintén? Hát egy legalább próbálnak valamit megfogalmazni, szóval itt az a baj lehet, hogy ő nagyon kíméletes akart lenni. Tehát igen. A mexikói ligáról neki nincs véleménye. És ő nem akart. Láttuk azért, hogy ez hogy folytatódik, tehát lehet, hogy ezután aztán egyszer csak jött egy nem, jött a mentő, ezután jött a mentő. Azért mégis ő egy sportoló, egy legenda, rengetegszer adott riportot, tehát annyi rutinja már van, hogy amikor a kérdés befejeződik, akkor ő jön. Igen. És lehet, hogy túl hamar hagyták abba a kérdést, ő nyilvánvalóan ebből a reflexből akart még volna. Még máson gondolkodott. És hát, még teljesen máshol volt a feje. Pont, én ugyanígy szoktam lenni. Ha valaki riporterként oda megy valaki, ez akkor látja, hogyha olyan állapotban van, hogy beszélképpen. De nem semmilyen állapotban nem volt. Na, ne rend már, Zoli. Tök jó volt, friss. Milyen, ki volt akadva a jobb szeme? Hát ne őrítsd már. Az a botox. Én néztem a szemét. Az a botox. Néztem a szemét, tehát teljesen nyitott szemekkel indult, és ahogy ment be a Riporterként szerintem fel kéne ismerni valaki, ha a riportan, hogy beszédképtelen, és nem kell ilyen helyzetbe hozni. Kicsit túl sokat kérdez. Nem, de hát lehet, hogy előtte hát várták, pláne hogy a kamerát kiadják, emlékszel. Hát tudod, az ott állnak a pályán, mindjárt mi jövünk, Diego, minden jó. De nincsen mellette olyan ember, aki azt mondja, hogy figyelj, szerintem te nem ennyi oda. Nem. Ezt a Diego-nak mondod, hogy nem ennyi oda? Nem szégyeled magad? Te belegondolsz abba, hogy én vagyok Diego. Na, mondjad. Nem menj oda, mondd nekem. Ne haragudj, Diego, nem kérem. Ne, vafanculo! Nem megyek. Na, így már megyek. Így már megyek vele. Egyébként Zoli, nem tudom, te jobban ismered a kémiát és a vegyületeket, mint mi. Szóval
Szerinted milyen isteni szer dolgozott most Diego-ban itt ebben? Tiszta volt, lehet? Nem tudom, de majd letesztelem. Diego ugye egy edző. Ő nyilván a csapatával is minden ilyen meccs előtt az öltözőben azért megbeszéli a dolgokat. De hogy? Ezt akarom tőled, tehát, és nyilván tiszteli a minden játékos. Mexikó második liga tisztelik az isteni Diegót, mint ahogy a Zoli is tiszteli. Most képzeljük el, mondjuk például Molnár Piroska elmegy hozzátok. Na vártam, már héten nem volt Piroska, már hívott múlt héten, hogy miért nem piroskáztunk, mondom, mert nem voltam, de és, most... És valami, tehát ha nem is így, mint a Diego, de a színészetről akar nektek beszélni, és mondjuk azt mondja, hogy mit a picit ilyen Steve, ilyen Pinot Noir után Steve, a színészet olyan, mint egy pohár víz. Igen, Piroska? Látod? Ezt akartam tudni. Egyből rámegyek. Ezt akartam tőle. Mit csinálsz? Elfordulsz, azt mondod, nem, ez már nem. Vagy meg akarod érteni, vele játszol. Vele vagyok. Hiszen még egy-egy ilyen rossz elszólása is többet ér, mint a pályatársaimnak a nagyon sok hosszú mondata. Igen, de egyébként én szerintem ez egy nagyon, nagyon komoly tiszteletkérdés. És sokszor látom, hogy az emberek a szüleikkel türelmetlenek, a nagyszüleikkel türelmetlenek, akik szintén átmentek rengeteg mindenen, és lehet, hogy lassabban, nehezebben, kicsit érthetetlenebből fejezik ki magukat, lehet, hogy már nincsenek abban a képességben, de meg kell őket hallgatni, meg kell adni azt a tiszteletet. Jó, az embereknek. Akkor a te nagy példaképed Lázár Séf. Azt mondja, Lázár György. Azt mondja neked, hogy Rozi, a tökéletes steak olyan, mint Erős Antónia haja, vörös és örök. Az biztos, hogy kérnék még egy pálinkát, mert ehhez még innom kéne. Tehát te így, tehát viccesen kimozognád ezt a sztorit. Nem vagyok benne biztos, hogy Lázár Séf a jó példa, de mondjuk Massimo. Én alapvetően tisztelettel vagyok az emberek iránt, és nem az én dolgom, hogy a saját hülyeségük miatt tükröt tartsak nekik. Az idősebb példaképeknek. Tehát de azért vannak emberek, akinek megadjuk a tiszteletet. Persze, és én ezt keresem. De lehet, hogy a tisztelethez hozzátartozik az, hogy megóvod adott esetben egy olyan helyzettől. Szerintem ez amiben... nagyon emberfüggő, hogy kivel milyen a viszonyod. Persze, csak azért mondom, hogy nem feltétlenül van az, hogy hát nem mondhatod Anita. Meg. Persze, nyilvánosan akkor... akar valaki hülyét csinálni magából, azért ott érdemes. Akkor mondjuk egy TV interjú van, valami nagy rendezvény után, és te tolmácsolsz a TV-nek és Cesar Millennek. És mondjuk Cesar Millán szintén be van egy picit tintázva, és mondjuk feltesznek neki egy kérdést, és ő mondjuk azt mondja, hogy a francia bullog az ugyanolyan, mint a csivava, szar. Hogy fordítod le? De fia, én Anita tekintetében azt látom, hogy mindjárt leönt a vörös marad téged. Nem. Most eszembe jutott, a második alkalom, amikor Cesarnál voltam, akkor vittem neki rendes erdélyi házi pálinkát, meg gondoltam, a mexikóiak tudnak inni. Na mexikói? Hát úgy betintázott ő is, az apja is, meg a fia is, hogy gyakorlatilag járni nem bírta. Na, akkor most mondd el a történetet. Át tudod élni. Tehát tévéinterjú, valaki felteszi a kérdést, te vagy a tolmács, kimented-e Cesar Millánt, és vagy azt mondod, Millán azt mondta, a francia buldog olyan, mint a csivava szar. Tehát, hogy... nem, én előtte beszélek vele, hogy szerintem ezt most ne erőltessük. Tiszteletből. Igen. Steve. Úgy tudom, hogy te ezt a Maradona riportot egy picit megcsiszoltad. Igen, annyit akartam hozzátenni, hogy értelmezzük újra, tehát, mert nem értjük, hogy spanyolul mit tett föl, milyen kérdést. Lehet, hogy nem is a futballal kapcsolatosat, úgyhogy én megpróbáltam egy kicsit leszinkronizálni a riportert. Van néhány verzió, figyelj! Van egy pár verzió. A riportert! Diego, azt akarom tőled megkérdezni. Most, hogy bevezetted a kábel TV-t magadhoz, és láthatod az ATV-n a hashtag bocskor, meg tudnád mondani, hogy ki a hashtag bocskor műsorvezetője? Na, én... Diego, egy kedvenc magyar argentinom, Gangsta Zoli, most jelentetett meg új lemezt. Egy számot, hogyha lehetne, kérlek, énekelj el Zoli új lemezéből. Megteszed nekünk? Na, én... Pont halál, úgy a szöveget. Diego, tudod, hogy Tornocki Anita nagyon nagy állatmentő hírében áll. Elmondanád nekünk, mik azok az állatok, amiket ő szívesen megment. Bármi lehet, mondd el, kérlek nekünk. Na, én...
valljuk, hogy nagyon rajongsz a magyar konyháért. Az egyik kedvenc személyes séfed Rozina. Az lenne a kérdésem, hogy milyen híres Rozina receptet ismersz, amit most elmondasz? Na, Steve, köszönöm! Köszönjük! Lehet, hogy hosszú, de mindenkinek akartam. Figyelj! Egyszer Veszprémben volt, hogy pont ugyanígy mondtam a szöveget. Le is vezettek a színpad másik oldalán. Igen. Fölvettem, és elkezdték a keleti oldal, a nyugati oldal, és ezt tudtam mondani, hogy... És a közösség így... Valaki följött, hogy... Művész volt. De ez hihetetlen, ebből most megnéztem volna még tizet, akkor is röhögött. Tehát ez zseniális volt. Jó volt. Mi sem láttuk az előtt. Óriási volt. Na, sikeresen landolt hétfő este a Marson a NASA Insight nevű űrszondája, sőt már el is küldte az első képeket. $1 milliárdba került ez a projekt eddig, és hát arról fogunk beszélni, hogy megéri-e a pénzét, vagy költhetnénk-e. Tudom, hogy demagóg. Hát... Nagyon igen, nehéz. Mindig azon gondolkodom, miért nem azzal foglalkozunk, ami itt van velünk, magunkkal. Na, ez a jó kérdés, és fogunk tudni vitatkozni ezen. Még egy vissza stadion. Ezzel a témával a reklám után. És már is folytatjuk a hashtag Bocskor, Tornucki Anitával, Bosola Rozival, Damsza Zolival és Hajdú Steve-vel. Szóval... Igen, ez egy érdekes kérdés, amit az előbb a reklám előtt elkezdtünk, hogy most végre sikeresen landolt egy újabb, azt hiszem 97 óta egy újabb űrszonda a Marson, ez a NASA Insight nevű szondája, és ugye elküldte az első képeket. A szonda a Mars belsejének kutatása... Azért ment föl fotózni? Tessék, igen, hát fotózni meg fúrni. Hány milliárdért fúrni? Fotózni? $1 milliárd. Meg mintákat venni. Pontosan, így van. És a célja az, hogy még több információt szolgáltasson a Föld és a naprendszer többi bolygójának keletkezéséről. Aha. Nyilvánvalóan mire? Keresik azt, hogy tudunk-e majd valamikor ott bolygót váltani, hogyha itt befejlegzett nekünk. Nyilván ez egy alapvető. Nincs az olyan messze. Tehát hogy azért én azt gondolom, hogy jelen pillanatban minden pénzt megér az, hogy egy B-terv után nézzünk, mert igaz... Nem... Á, van már? Ez az A-terv, amiben most vagyunk. Ez itt az A-terv. Igen, keresjük a B-tervet. És keresjük a B-tervet, mert hát azért nyilván nem akarnak pánikot kelteni a nép körében, meg az emberek körében, de azért a 20 éves nem geometria, és nem is geológia, hanem gyakorlatilag én az időjárásról szerettem. Ezt a szót kerestem, Steve! Meteorológia. Tehát az ilyen 10 éves meteorológiai előrejelzésekben, szóval hogy azért itt már elég nagyok a gondok. Tehát itt látjuk azt, hogy 20 év múlva nem biztos, hogy lesz elegendő élelmiszer, nem biztos, hogy megfelelőek lesznek az életkörülmények. Csak akkor nem azzal kéne foglalkozni, hogy itt az A-tervben még megtegyük, amit lehet? Tesznek sokan ezért, például Donald Trump. Igen. De az a baj, hogy átléptük azt a határt, tehát hogy már ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Ezt sokan mondják, és azzal nincs is semmi baj, hogy B-tervet keresünk. Ki mit tett azért, hogy rombolja a Földünket? Rozi, te? Hogy mivel rombolom? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy azért az a szemét mennyiség, amit az ember termel napi szinten, az nagyon ijesztő. Tehát egy háztartást, hogyha vezetsz egy 2-3 fős család, az nagyon kemény, hogy mi szemetet termelünk. És engem ez ijesztett még először. És én elkezdtem nagyon durván szelektálni. Tehát én tényleg üveg visszaváltóba viszem az üvegeket, műanyag, komposzt, hát ez nem jó. Nem. Te munkahelyeket szüntetsz meg. Hát itt vannak évtizedek óta, akik szelektálják, tehát nézik, ez kell, ez nem kell, ez kell. Egyszer csak ott vannak, ez nem kell. Hát eddig úgy éltünk, hogy volt, ami kell. Igen. És most te szelektíven gyűjtesz, hát abba. Szelektíven. Hát hogy? Igen. Szóval nem akartam elvenni a kenyeredet. Hát nem, most vetted el a kenyeremet, mert mikor kidobtad a műanyag szívószál mellé, volt egy kis kenyér, és a szívószál, tehát mi teljesen szívószálmentesek lettünk. Hála Isten. Most már többet szerem. Most a Zolinál vannak a szívószál. Nem, az a legnagyobb környezetszennyezés, amit a vendéglátóipar termel. Igen, igen, hát ezt hallottuk, és nagyon sok ország be is tiltotta már, de akkor most... A szívószál? Ugye, igen. Itt...
Ugye azt mondta, hogy nem először itt az áterven, tehát a jelenlegi bolygónkon, a Földön kéne rendet tenni. Magyarán tényleg kíváncsi vagyok, hogy szerintetek ez feleslegesen kidobott pénz? Volna jobb helye ennek a pénznek? Nyilván nem feleslegesen kidobott pénz, csak emellett lehetne egy csomó mindent csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy a környezetszennyezés ellen, a gyermekéhezés ellen, egy csomó mindent lehetne csinálni ugyanennyi pénzből. Igen, csak hogyha ezt az elvet veszük, ugye, amit Anita mondott, akkor gyakorlatilag az étel előállításon és az egészségügyön kívül semmire nem volna szabad költeni. Mindig van, aki még elszenvedője annak, hogy nincs elég kaja, nincs elég, nem tudom, meg olyan betegségekbe halni. Oké, csak ez nem marginális. Én értem, csak azért mondom, hogy valamikor kell hozni egy döntést, hogy nem, most nem kap a szegény gyerek, nem kap az éhező gyerek, hanem építek egy űrhajót. Tehát, hogy de van 2 milliárd ember, aki effektív nyomorog, és nincs mit tennie. Tehát nyilván, hogyha ez 200 000 lenne, akkor nem. Éhező és nyomorgó emberek mindig is voltak, és mindig is lesznek. Tehát hozzá túl is mérjük. Én például éhező, nyomorgó ember szeretnék lenni a Marson. Tehát én lennék az első éhező ember a Marson. Első home lesz. Ott nem nagyon sok a CBA, tehát ott... Igen, mert azért nagyjából lehet tudni, hogy mi van a Marson, már volt fenszon, de most komolyan, nem azért kérdezem már, hogy a tudósok tényleg jó. Mert ez is a gazdagok kiváltsága lesz, tehát a rohadó félbe lévő földön itt fogják hagyni a sok szerencsétlent, és majd Istennek, a gazdagok itt elmennek a Marsra. És mi rendbe teszünk mindent, mert a föld a gazdagok miatt rohad, valljuk már. Persze. Be. Hát ők zsigerelik ki. Szerintem egyébként ez meg csak egy átlátszó duma, a természet el fogja intézni. Amint a földön 9 milliárdan leszünk, olyan járványok, olyan természeti vagy ezt miért mondod ilyen örömmel? Hát mert meg kell tisztulni, gyerekek, azért nézzétek már, meg a háborúk azért voltak néha hasznosak, vagy egy pestis járvány. Ez nem egy olyan jó nem tudom, gondolat. De idézőjelben mondanám. De a járványok azok egyértelműek. A járványok ugye az azért volt, mert ugye megtisztult. Jó, és akkor most ez a szonda elkezd fúrni, majd lehet, hogy egy fél év múlva leküld nekünk egy mit tudom én, jégbefagyott papucs állatkát. Ez megérte? Meg. Nem, hát itt az a nem, mert ugye életet keresnek, életnyomait keresik. Nem, a lehetőséget keresik arra, hogy hogyan lehetne ott életet teremteni. Világos, de... De ennek meg fogják találni a módját, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert ha mondjuk itt kipusztul ez, akkor a faj fenntartás véget muszáj, hogy ott legyenek, akik megmenekülnek, ha gazdagok, ha nem gazdagok. De az emberi történelem során, tehát te még hiszel abba, hogy ők az életnyomait keresik? Hát nem biztos, hogy vagy az, hogy leélhető-e. Szerintem ásványi anyagokat, hogy hát, ha olaj van. Tehát ők már azon gondolkodnak, mivel a leggazdagabbak vannak ott, hogy egy csapot fogunk majd építeni, és itt kinyitom, és itt van a marsi olaj, amit el tudunk hordonként adni $3000 a nyomorgóknak, hogy tudjanak mivel. Szerintem ők nem a mi életünket akarják megszépíteni, hanem a saját földgáz. Én nem tudom, hogy földgázunk fog új levelük, marsgáz. A NASA az nem egy privát szervezet, Valakinek malmára hajtja a pénzt és az olajat. Meg a vizet. Hát a NASA ugye kutat. A NASA majd kutatási eredményekkel előáll, aztán majd nyilván magáncégek tesznek ezzel, amit akarnak. Tehát ugye például Richard Branson, a Virgin tulajdonosa már magánűrhajókat tervez, stb. Miért mutattál rám ezzel? Űrutazás. Ő szakállas, azt mondtam. De ti mikor lennétek elégedettek, hogy milyen eredmény jöjjön a Marson, amire azt mondjátok, na ez most megérte. Találtak egy stadiont. Most komolyan, tehát minimum egy E.T. jöjjön? Vagy mi lenne az, amitől azt mondanátok, hogy na, ez még megérte. Ezt nem, soha nem fogják elmondani, ha találkoznak. Sőt, szerintem már találkoztak földön kívüliekkel, vagy lényekkel, életek, de nem fogják ezt elmondani, hogy a gyerekek ott vannak kint. De miért? És, mert azért, mert nem, mert mi itt jó tudatlanságban vagyunk tartva, hogy az úgy rendben van. Összeesküvés elmélet. Nem, ez nem összeesküvés elmélet. Én is azt gondolom, szerintem, hogy az információk töredékét osztják meg velünk, tehát lehet, hogy akkor majd értesülünk róla, ha 20 év múlva az lesz, hogy valaki fölköltözik. Te amikor politikusi körökben mozogtál, találkoztál amerikai elnökkel? Nem. Nem? Megkérdezted volna, hogy mit tud? De most te megkérdezed valakitől, hogy te a CIA tagja vagy? Tehát, hogy nem várod azt a választ. Simán megkérdezem, a Steve nekem gyanús, megkérdezem tőle. De a Steve egyébként gyanús. Jó. Hogyha tudok egy csónakot hajtogatni ebből a kanapéból, akkor CIA-s vagyok. Tegyük fel, Anita azt mondta, de úgyis csak a gazdagok fognak tudni majd elmenekülni a Földről, mondjuk a Marsra. Tegyük fel, te bekerülhetsz ebbe az elit csapatba. Mi kell neked ahhoz, milyen feltételek kellenek a Marson, hogy el is indulj?
De mi legyen ott? Zoli, például. Mi stadion, van a marson, kutya, hogy te menjél? Stadion! Beakadt, reméljük, hogy mi fog mást is mondani. Kutya? Nem, igen, tehát meg kutyáimat nyilván nem hagyom itt. De mit tudom én, legyen-e már autóút, legyen-e szupermarket? Ja, nekem tehát, ilyen, amikor azt mondod, hogy ma most már megyek. Ilyenekre, tehát ilyen kényelmi facilitásokra nincsen szükségem. Nem mondod. Tehát neked nem egy narancssárga telke, mert a mars az narancssárga, és az elég? És egy kutya? Hát, nyilván ha lehet legyen ráépíteni, akkor igen. Na, hova visz egy sétálat? Nagyszerű perspektíva. Miért? Hát miért ne? A homokos Mars föld, nagyon föld, jó. Föld, homokos nem homokos park, Mars ezt tudja ajánlani utazás irodánk. Homokos park, víz nélküli homokos park. A narancsárga homokos kráteres parcellák ma akciósan ott tud napozni, csak nincs nap. Hogyha a kutyád kakilna mondjuk ott a marson, összeszednéd? Nem kell, mert felszállít gravitáció. Van, csak nem akkora, mint a Föld. Tehát egy picit floatingolnál, te most a floatingolnál. Lehet, hogy úgy pisiltetnéd, hogy a hátára fekteted a kutyát. Gyerekek! Ki van most a marson? Mi volt a marson? Semmi, homok meg repülő marok. Akkor picit tovább gondolom. Tegyük fel, elindulnak az első fizetős elit csapatok. Mondjuk mindenféle nemzetből lepkehálóval ők ezer fő. Ezer magyar fölvinnének? Ezer magyar, ezer amcsi, ezer német, ezer afgán, ezer japán és ezer orosz. És finnek magyar... nem mehetnek? Nem mehetnek. Argentinok? Nem, most tényleg, te megérkezel a magyar flotta, az utolsó, kiszállsz. Ott van ugye ezer amcsi, német, afgán, orosz, japán. Kivel haverkodnál? Mindenkivel. Hát én körülnézek, finnek, argentinok vannak? Taxi! Mindenkivel. Kivel? Én nem gondolom, hát ez hogy egy mars expedíción magyar, mit csinálnak? Egyből elkezdenek ástálódni. Nem, ez már nem expedíció, ez már költözés. Na jó, hát azért ne haragudj, a marsra fölköltözni, az egy expedíció. Tehát, hogy az egy nem... Mi átmegyek majd kis almás pitével. Igen. Hozzák a kis takójukat. Egy igazi magyar, tudod mit csinál? Összeugrasztja az afgánt az orosszal. De tényleg, oda megy. Te, emlékszem, milyen gyanyók voltak nálatok? Nem azért mondom. Szerintem az kéne, hogy nemzetközileg menjen föl ezer-ezer ember a nemzetekből, csak hogy ne tehát hogy mi ne mondjuk a szlovákoknak legyünk a szomszédai, hanem legyünk mondjuk a tájoknak. A tájföldi. Hogy ne azokat, akiket most utálunk, és most utálunk. Megutálhassunk újabb. Utáltassuk meg magunkat. Igen. Másokkal. Hát az egy pillanatműve. Szerintetek, hogyha tényleg ez mondjuk így lenne, ez egy modell, amit én találtam ki. Ezer. De jó modell. Szerintetek mi együtt élnénk, keverednénk, vagy újabb országhatárok alakulnának ki? Szerintem háborúk lennének hamarosan. Fönt, ott ki. 6000 ember nem háborúzna. Igen. Nem. De hogy akkor nevezünk utcai harcnak. Jó, csak nincs utca. Közösség lenne. Igen, azért mondom, hogy ilyen kibuc lenne szerintem. Tehát, hogy szerintem 6000 ember teljesen alkalmatlan arra. Igen. Nem, 6000 ember alkalmas arra, hogy viszályok legyenek. Nem. Olyan századi, száz csoport. Kettő alkalmas arra. A homo sapiens arra képes, hogy mondjuk 100 fős csoportot. Nézzél meg egy katonai alakulatot, hogy rajba vannak négyen, az működik. Igen, általában legjobban. Igen, de ezeket a konfliktusokat általában mesterségesen generálják. Tehát ott, na, de mi ha nem lesz ott politikus, aki generálja ezeket, de akkor... ez még politika nélkül is megy. Nem feltétlenül. Igen, és aztán ki, előbb-utóbb kitermelődik az első politikus, tehát azért ott lesz egy nagy hangú. Aki érdeket akar képviselni rögtön, pedig senki se kérte rá. Gondold el, hogy te pisiltetni akarod a kutyádat, fölviszed, de mondjuk a japánok nem akarnak kutyát vinni, és már kitör az egyik botrány, hogy az Anita már megint, japánul úgy van, Suru nomo Anita Toko, tehát Anita már megint Totóval jött és pisilteti. És akkor abból feszültség van, te szólsz nekünk, hogy védjünk meg. De nyilván ne kell alapvető szabályokat fektetni. Én már egyre előre örülök, hogy van egy kis visszáj, hát már lehet menni bugyózni. Figyelj, most azért itt erős nemzeteket soroltál föl, tehát az oroszok elég dominánsak, az amerikaiak, a japánok. De az orosz ember is? De az afgánok kerültek oda. Hogy ne lenne? Az afgánok azért kerültek oda, mert látom, hogy senki nem akar velük barátkozni. De, és mi lenne, hogyha amíg utazunk, mert ugye ez altatásba történik a Marsra való utazás, tehát hibernálva leszünk, Zolival ketten ébren lennénk, és kicserélnénk az összes magyar nevet amerikai névre, az amerikaiak meg odaadnánk a magyar nevet. Tehát én már Steve Hayden vagyok, és fölkelnek is úgy is érteni, mintha amerikaiak lennénk. Hogy vajon akkor az erő velünk lenne, és leigázhatnánk a marsot? Marsot? Vagy hogy mondjuk? Marst? Marst? Igen, nem a marsot.
Én javaslom, hogy a következő forgás egy sci-fi filmet próbáljunk meg összehozni, mert itt azért ebből már össze lehet rakni. Itt volt sok sztori, ez így van. Jó. Egy éve annak, hogy elhunyt Stadler Józsi bácsi, ugye híres vállalkozó, mindenki ismét, pontosan elmegyúrtál erre a témára. És most itt az évforduló alkalmából ugye megemlékezést tartottak Akasztón, barátai ellátogattak a sírhelyéhez, magához a stadionhoz, köszönöm. És birka pörköltet főztek, ez volt Stadler Józsi bácsi kedvenc étele. Viszont, és ez a megdöbbentő, és erre van egy magyarázat is, az összejövetelről nem készült egyetlen fotó sem. Az elnök, van egy alapítvány, az elnök elmondta, hogy a helyiek közül többen látni vélték Stadler József elmosódott alakját, amint a stadionjára mutat. Tehát egy ilyen Stadler szellem jelent meg a birkafőzés. Ott van. Igen, nem készült fotó, ezért mi ezt rekonstruáltuk. Ez teljesen élethű. Nagyon tehetséges. Nagyon jó. Igen. Na most... Azt mondjam, mert hogy hónapokkal korábban is jelent már meg a helyek előtt az üzletember szelleme, és ezért ők rettegnek, és most idézném őt, felszenteltük a sírját, amiről az egyik ismerős szeretett volna fotót készíteni, ám az első próbálkozás után tönkrement a gépe. Aztán. Megpróbálta telefonnal is, de a fotón Józsi szelleme jelent meg, egy elmosodott emberi alak, és talán sokan hisznek a szellemekben, de mi tudjuk, hogy Jóska itt van közöttünk, és nem nyugszik. Ennek nem mindenki örül, de vannak néhányan, akik tartanak a szellemtől, ezért a mostani megemlékezésről már nem készítettünk fotókat. Oh. Szerintetek mi csalogatta elő Józsi bácsi? Bocsánat, hát valószínű... de van egy ilyen fénykép, ha van egy ilyen fénykép, amin rajta van az elmosódott alak, hol van? De elromlott. Hát... Nem, utána azt mondta, hogy igen. Az első elromlott, a második... A fényképezőgép elromlott, és aztán a telefonon utána csináltak egyet, az ami volt. Elromlott. Nem, jött egy elmosódott kép. Én nem tudom, elmosódott ez még a temetésén volt. Szerintem az volt, hogy odaállt, elmosódott kép, mindenki sikítva kirohant. Ő bement, és elfogyott a birkapöci. Rotyog a birkapöci, ahogy a Zoli mondja. Aha. Emlékezünk Józsi bácsira, jó barát volt. Megjelenik, basszus, és rámutat a stadionál, te nem fotózod le? Hát nem, mert mindenki nem. A faluba arra gondol, hogy két nektek építettem, és az NB4-be vagyunk. Jó, akkor rendben van. Stadler Józsi ugye nyilván a birkapöklölt szagára jött vissza. Mondtam én. Ha ti meghalnátok, akkor... Köszönjük egyébként, olyan jó így itt átgondolni jó. Ezt, hogy igen, hova jönnék vissza. Nagyon kedves ötlet. Mire jönnék? Azt ezek után átgondolom, hogy vissza. Mire jönnétek vissza? Hogy milyen szagra jönnék vissza? Ne. Ez most inkább mondd meg. Miért kapöci? De bocsi, lehet, hogy már nem élünk. Lehet, hogy ez a túlvilág, hogy mi a hashtag bocskorban jövünk. Igen, ezt én is gondoltam. És egyébként ez így marad. Ez egy szellemvilág, amiben vagyunk. Itt fogunk az idők végezetéig dumálni. De mégis. És mondaná a témákat, és mondaná, és időtlen időkig. De tegyük fel, Steve, te lebegsz valahol, ugye elhúttál már sajnos. De ezt nagyon, nagyon elbagatelizálják. De mi van, hogyha nem akarok lebegni? Tehát miért kell lebegni? Mert még nem... jutottál el abba a szellemben, tehát még nem tud elengedni a földet. Aha. És mondjuk látod, hogy a feleséged újra férjhez megy, akkor arra lejönnél? Lejönnék és figyelmeztetném a fiút, menekülj! Menekülj! A Steve, nekem megjelen a Steve. Zolikám, emlékszel rám, lenne egy kis meló. Jó? Én meg azonnal oroszlányiak. Oroszlányiak! Én inkább olyan dolgokat lesnék meg, amire nem volt lehetőségem életem során. Tehát besúrana ki, kihez mennél be? Női napozó. Pintér tenyához. Pintér tenya. Igen. Ahogy a női napozóba fekszik. Tehát te besúrannál kukkolni? Nem. Szerinted? Nem kukkolni. De kukkolnak a szellemek? Kukkolásról gondolkodni. Úgy olyan nehéz elképzelni, hogy intim helyzetben vagy. Titkokat lesnék ki. Azért alapvetően az összes ilyen spirituális gondolkodás szerint, amelyek szerint léteznek ilyenek, van a halál után X nap, 40-50-60 nap, amíg itt marad a lélek, és valami feladata még van. De és mi, nyilvánvalóan azok az emberek, akik nagyon ragaszkodnak hozzá, azok itt tudják tartani. Tehát én most nyilván azt mondom, ami az elve mögött. Ez nem úgy van, hogy te visszajössz, amikor vissza akarsz jönni azért, hogy megcsikizd. Küldenek, hogy menjél már vissza. Nem, hanem amikor meghaltál, akkor van. Nekem most mindentől függetlenül, nekem volt egy nagyon-nagyon félelmetes időszak. Most nem akarok belemenni, mert tényleg nagyon személyes, csak
Annyi, hogy nekem volt egy álmom a nagymamám, akinek az nagyon-nagyon közel állt, édesanyám anyukája, nagyon sok időt töltöttem vele, és meghalt, mikor nagyon fiatal voltam. És én napokig nagyon-nagyon kivoltam. És egyszer csak azt álmodtam, hogy egy ilyen üvegfalon fekszem, alatt így a nagymamától az üvegfal választ el, aki mondja, hogy el kell engedni engem, különben nekem lesz rossz, és el kell engedni. És egyszerűen olyan élénken él bennem ez, még a mai napig 19-18 évvel ezelőtt történt ez, és ilyen élesen emlékszem. Nem vagyok egy spirituális alkat, de ott az nekem egy olyan kis valami volt, azért, ami azért mindig motoszkál hátra. Elengedett már? Hogy valami. Én akkor ott bennem ez egy olyan traumatikus álom volt, felkeltem, és akkor a szüleim ott nyugtattam. Szerintem mindenkinek volt egy olyan, nem? Persze. Amit talán nem akar elmondani személyes okokból, de... Nagyon nehéz erről beszélni. Én azóta is azt gondolom... Ne faggassatok. Egyébként Józsi bácsi sírkövén, biztos láttátok már az újságban, rajta van az arcképe, igen. És az akasztói stadion. De nagy. Stadion! Na most találtunk néhány extra darabot a neten, csak hogy egy picit ezt folytassuk, és egyszerűen nézegettem, nagyon sok orosz mafiózónak a sírkövét fogjátok látni, legalábbis ezt írta az újság. Képtelen voltam megmagyarázni, hogy mi miért került rájuk. Ez az első, ez még egy angol úré. Próbáljuk azt valahogy összetenni, hogy ki lehet a csávó, mibe halt meg, és mi volt élete legboldogabb pillanata. Hát ha autóbalesetben autónepper, akkor nagyon ízléstelen. Autónepper, autónepper, fejére esett egy virág, és... És mi volt élete legboldogabb pillanata? Az egy dézsa benne, egy ilyen sauna dézsa, amiből valamiért növények nőttek. Sauna dézsa? Nem, az igen, hátsó ülés. Azért ez vidéken, Hortobágyon vannak ilyen szekerek az udvarban, nem? Muskár. Ilyenek is van, ez nagyon kevés. Várj, de hát ez még nincsen, hát hogy ki ez? Ugye Angliában azért kabrióval járni, amikor mindig esik az eső. De hogy raksz bele muskát? Azért nőtt bele virág. Ja, tényleg. Igen. Nézzük meg Márk Jakovlevics képét. Az ő sírjának a képét. Mire szovjet síugró. Tessék. Azt a mindenit. Na, ez azért már beszédes. Tehát nem csak életbe féltem volna tőle, most jobban. Most én azért egy-két részlete fejlem a figyelmeteket. Háttérben egy merga? Háttérben egy merga, ez valamilyen északi, gondolom talán szibériai táj, egy országút kétszer egysávos, bőrmellény, azért ez komoly, és egy ilyen cipőöngyújtó van a kezében, pecsétgyűrű. Meséljetek erről az úrról. Egy nagyon ízléses fiatal ember, és tényleg a legboldogabb pillanat az az élet, amikor megevett egy tál döddölét. Mit keres a merga a háttérben? Hát az gyújtotta föl a cippóval. Jó, szerintem az a traumája neki, hogy mindig kértek tőle tüzet, de soha nem volt nála. Csak pisztollyal tudott adni tüzet. Hogy tűz! Puff! És már így a halottaiba, oké, akkor így adok tüzet. Így társadalmi hierarchiában nézzétek a fuxot, hol helyezkedhet el? Hát a felső közép alsó osztályban van. Szerintem a tanácsban dolgozik. Igen. Gyerekek. Elfogyott a lé, nem fejezték be a mercét. Ő a leggazdagabb geológus volt egyébként. Igen, egy picit lezsernek tűnik a fickó, nem picit olyan bohém, gyűrött a ruhája, amit a magyar színészek általában. Igen, nem. Tehát az a nyakkendő az miért van megtörve ott? Csak olyan tudott faragni a sírkő faragó. Igen. Kérhetik egyenes nyakkendővel? Hát azt még nem tanultam, de ilyen ferdét tudok. Így kivillan a kis pocolja. Kivillan a kis pocolja, néz a távolba. Nézzük meg, nyári gumi van a mercin. Tényleg, abba halt meg egyébként. Tehát lehet, hogy ez a balesetének a pillanat képe? Igen. Szerintem kiszállt, még egész jó volt, azt este meghal. Konstantin Valentinovics következik. Jaj, de aranyos nem. Na, igen. Na, ez egy teljesen de más történet. A családban van. Nem. Egyébként igen, mi utána néztünk, többszörből megnéztük ezt, tehát ők mögötte vannak, nincs közük egymáshoz a fickóknak. Nézzük a középsőt. Nincs milyen srác ez? Nincs. De olyan tehát sokat ő azért nem húzott. Tehát biztos, hogy Gianfranco Ferre rajongó volt, mert hogy még abban a pólóban, de ha jól látom, akkor egy Tommy Hilfiger jel is van rajta, tehát egy két brand, ez a két hol? Kedvenc. Ott középen az a kis vonal. Ez milyen érdekes, hogy a brandeket, amire büszkék, az abszolút hordják magukat. És mi ez a lakótelep a háttérben? Hát jó, ő mindig oda udvarolt. Ahol felnőtt. Oda udvarolt. Oké, mi lehet a foglalkozása? Szerintem gázszerelő. Hülye vagyok. Én nem tudom, hogy ti ez mit szóltok. A jobb oldalira gondolom. Oh. Gyerekek, most komolyan, ez nagyon jó. Ez nagyon tetszik. Szóval ez legalább olyan, mint egy mozifilm, hogy oda megyek, megnézem, hogy mit a Kántorban volt de ilyen, emlékeztek? Ha ezek ilyen lenne itthon, és szívesen bejárnék temetőbe. Hát mennyire izgalmas ezeket végignézni. Ez óriási. Hát ez csodálatos. De ez a faszid, ez nem úgy néz ki, mint hogy vár a buszra és fázik? De valamiért csodálatos. Amitől elsírom magam,
Az, hogy a sírkő talapzatánál ott van egy-egy dobozos sör. Igen! Azt a mindenit, hogy hallottak napjáról, azt viszik. Aj, gyönyörű. Óriási. Hát, az egy íróasztal. Már beszéltünk arról, hogy ugye sok gazdag csávó, Fuchs, a Mercedes mindig játszik, rengeteg Mercedes-est láttunk, mert ugye státuszszimbólum. De akkor mi a magyarázat a következő sírkőre? Az egy dévó. Ez egy dévó, aztán Nubira, vagy valami ilyesmi. Azt szerette ő. Hát most az ember... Hallottra jót vagy sem, tehát most ízlését főleg ne szidjuk már. Hát de ezt nem ő rendeli meg. Nem úgy van, hogy meghalok, figyeljetek, mielőtt szerencsétlen ember a ízét csinál, hanem a családja ilyen ennek az embernek. Meghaltam egy szerencsétlen dévóba, és még ezzel is temettek el engem. Ezt figyeljétek, az iPhone sírkő. Ne hülyéskedj. Nem. Hát de ez, én ilyet akarok, gyerekek, de most komolyan. Ez az utolsó selfie. Igen. Az professzor asszony. Mi lehet a lány sztória? Elment egy vakrandira, amit egy ilyen alkalmazáson keresztül talált. És hát csúnya vége lett és a Tindernek. Oké. Mutatnám az utolsót. Tinder tojás. Gyerekek, ez ő itt elől, aki gugol. Ez azt meagol az izéből a Gyűrűk urából. Drága szágos. Mi az a fekete csík? Hát a nevét áthúzták, hogy ne olvassák be. Azt hittem, hogy ez egy persej. Vagy gyerekek? Zomkártya automatát oda kell tenni. Zoli, ez most ugye nem tudom, a ruházad meg a fózból, ez nem egy futballista? Kapilás közben azért a szorgos népünk győzni fog. A fiatal ember előtt van egy ilyen virág, amit lehelyez a földre. Ja, még ott a igen, a sírkövön a faragott részben, látjátok? Aha. Ja, igen. Nem tudom, mert... Valakinek a sírjánál készült az a fotó, amit aztán az ő sírjára raktak. Ja, igaz, lehet. Mert a gyerekek, hát valaki nyilván a halála után ezt a fotót küldte a sírköveshez, hogy ez a legjobb fotó. Ez nem az ember, aki a sírban van. Vladimirről sajnos nem tudunk jobb fotót nézni. Ez a haverja. Igen, tehát megkérem, mikor meghalok... Veled vagyok örökké, és akkor ott... Oda fölrakták. Tehát, hogyha eljön szerintem a pillanat, amikor föltámadunk... Szerintem ez egy ilyen exhibicionista haver, aki még a saját barátja sírkövére és saját magát rakta. Értelek. Óriási. Jó. Záró kérdés. Ha ti ilyen orosz módon megtervezhetnétek a sírköveteket, annyit kérek, legyen egy tárgy, egy közeg, egy póz. Mm-hmm. Én tudom. Én azt szeretném, hogy az enyémnek a tetején egy közösségi grillező legyen. Te jelen kell, hogy legyél, tehát orosz mintára. Te hogy vagy ezen a... Jó, hogy én meg kell, hogy jelen. Igen, hát ez mint az orosz sírkövek, igen. Hát én folyamatosan oktató videók formájában egy ilyen plazma tévén keresztül mondanám, hogy hogyan kell a T-bont, vagy a ribájt, vagy a valamit grillezni. Oké, de egy márvány grill, vagy egy... Öntött vas grillként képzelem. Oké. Okay. Steve, tehát tárgy, közeg és póz. Tárgy, közeg és póz. Tehát mindenképpen előre dőlve. Ez már érdekes. De akkor te magad vagy a tárgy. Nem. Éppen megbotlik. Én előre dőlve, fenék picit hátra. Tehát ahogy előre dől. A kezemben van egy golfütő, egy patter, és azzal próbálnék a sír gödrönbe egy labdát beleütni. Ja, érted, tehát a sírgödröd itt van, és a sírköved ott. Igen, nem, ez már rövid. Tehát, hogy én itt vagyok, ütném így bele, pattolok, és a labda gurul, és ott beleesik a sírgödörbe. Szép, ez kreatív, ez tetszik. Köszönöm. Nagyon jó. Úgyhogy majd gyűjtsetek. Anita, te nem szeretnél? Hát én alapvetően nem szeretnék sírkövet, igen, én azt szeretném, hogyha elhamasztanának és elszórnának, de hogyha mindenképpen kell válaszolni, akkor nyilván kutyás szobor. Mi a háttér? Kutyás szobor? Igen. De hát nem telené nem egy kutya? Nem. De az én ő is fejével. Ő lenne egy kutya. Én is egy... Egy Anita fejű kutya. Én is egy kutya. Szóval kutyás szobor, és egy folyamatosan... Melegítve lenne. Oktató videók. De miről? Oktató videók kőből? Állatok nevelésére. Állatok nevelésére, szuper. Kettő videós is van, Zoli. Én egy kis stadionban. Kis stadionban dekázok egy szívószállal. És alá van írva, hogy Zana Zoltán arany szívószáldíjas érdemes díler. Nagyon helyes, köszönöm szépen. Óriásiak voltatok. Nem. Én vagyok a sírköves. Nem. Őnek egy egyszerűen kő, hashtag bocsánat. Előbb halsz meg, mint mi.
Ezt kérlek, indokold meg. Mire alapozzuk? Majdnem lejárt a műsoridó, de meghaltál. Hát a pózom, várjál, hát vagy ez a Lincoln póz, azért ezt szeretném magamon látni. Tehát ugye Abraham Lincoln-t láttátok ezzel a fotel. Ismerem, azt egy képét ismerem. Ez vagyok én. Tehát egy ilyen fotelben... És hol van a boros? A boros egy másik temetőben van. Jó messzire. És valahogy mégis egy ilyen klasszikus 50-es években egy mikrofon, tudom, hogy sablonos, de azért mégis az... Másik valamilyen... ez meg egy szivar, nem? És egy, lehet egy szivar, lehet egy pohár, nem tudom... Én lehetek oldalt picibe, csak ott... Zoli? Ülhet itt a karfán. Csináljuk már meg ezt! Hát is fogunk elbúcsúzni. Köszönöm szépen Tóboczky Anitának, Vosala Rozinak, Gangsta Zolinak és Hajdú Steve-nek. Köszönöm szépen. Hajdú Peti következik a Frisbee egyik ismétlésével. Mi egy hét múlva jövünk. Jó hét! Ez a sírköven? A sírköven.